A mostani vetélkedő immár 13. a sorban, ami azt mutatja, hogy a város iskolásai között népszerű a helytörténet. Ezt hangsúlyozta köszöntőjében Schmidt Csaba polgármester is. Több száz gyerek vett részt a vetélkedőn. Nagyon örülök annak, hogy a pedagógusok, a szülők és a gyerekek is komolyan veszik ezt a versenyt, és fontosnak tartják a város történelmét, hiszen a jó szerencsét köszönés mellett, tulajdonképpen ott van a teljes tatabányai bányászkodás, az a nagyon kemény munka, amit a bányászok végeztek, és aminek köszönhetően, vagy amire építve fölépülhetett városunk. Igyekszünk a különböző pályázatokkal, a városnak a különböző pontjain tárgyi emlékekkel is megőrizni, nem csak itt a Szabadtéri Bányászati Múzeumban, hanem a város más pontjain is a bányászkodás történetét. Tulajdonképpen ezt a célt szolgálja a Hagyomány és Megújulás címmel beadott óvárosi pályázatunk, ahol a Május 1 park felújításánál is igyekszünk a legtöbb helyen megjeleníteni a bányász hagyományokat. A vetélkedőt, ahol ma az alsó tagozatosok versengtek, több mint százan, ezúttal is a József Attila Általános Iskola kollektívája szervezte. Nagyon komoly, több hónapba telő munka, hiszen elő kell készíteni a feladatlapokat, ki kell javítani őket, értékelni kell a gyerekek munkáját, és amikor végre majdnem egy éves előkészítő többfordulós munka után kiderül, hogy ki jut a döntőbe, akkor bizony minden apróságot meg kell szervezni. Hogy mit tegyünk, mit ígyunk, a javítókulcsot, az új feladatlapokat, és ez bizony nagyon komoly munka. Megpróbáljuk a gyerekek életkorához mérten kitalálni a feladatokat. Nyilván a kicsiknek sokkal egyszerűbb, könnyebb, vidámabb, manós, hiszen a bányamanó egy kedvelt figura, játékos feladatokon keresztül meghatározni a feladatokat, a nagyobbaknak pedig olyat, amilyen már komoly kutatómunkát igényel, és amiért bizony gyakran fő is a fejük, de nem baj, mert így legalább egyre többet megtudnak a múltunkról. Évről évre ügyesebbek a gyerekek, évről évre tapasztaltabbak, nagyon sokan voltunk idén is, közel 200-an, több mint 100-an jutottak be, és hát legnagyobb örömünkre a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert nagyon sok jó megoldás született, és bizony nagyon komoly munka volt kiválasztani, hogy melyik legyen az első, második és harmadik helyezett. Az alsósok között a legjobban a Felső Gallai Széchenyi István Általános Iskola diákjai szerepeltek, de mindenki nyert, aki elindult a nemes versenyen.